Az automata külső defibrillátor közterületen való elhelyezése fontos mérföldkőnek számít nem csak Zenta, hanem az egész régió tekintetében is. A szakemberek szerint közterületeken ilyen berendezéseket térségünkben még sehol máshol nem helyeztek el. Egyedüli, effektív, sikeres és jó és megfelelő módja az újraélesztésnek az időben leadott defibrilláció, ezt pedig a laikus defibrillálással tudjuk elérni, tehát azon személy segítségével, aki a helyszínen van és aki a mentőszolgálat megérkezéséig elkezdi az újraélesztést. A statisztikai adatok szerint az újraélesztések mindössze 10%-ban sikeresek. Az automata külső defibrillátor azonban megsokszorozhatja a sikeres esetek számát. A Zentai Egészségház mentőszolgálatánál bárki jelentkezhet, aki szeretne részt venni egy képzésen, amelyen elsajátítható az eszköz használata. Folyamatosan próbáljuk ezt az egészségügyi nevelést, kultúrát olyan magas szintre vinni, hogy példaértékű legyen itt Zentán, és ne következhessen be az, hogy ez itt van, mi ott vagyunk, és a szerencsétlen ember pedig meghal azért, mert mi nem léptük meg azt a lépést, amivel lehet segíteni az életén. A projekt megvalósulását Zenta község önkormányzata és a Zentai Egészségház finanszírozta. Egyelőre ez az első, amit közterületen helyezünk el, de azt hiszem, hogy ez a program folytatódni fog, és egy pár év múlva már eljutunk oda, hogy minden olyan helyen, ahol tömegesen vannak emberek, fölösszerelve egy ilyen készülék, ami, hogy így mondjam, növeli az esélyt az életben maradásnak. A Zentai Egészségház szakemberei azt szeretnék, ha a közeljövőben a lakosságnak legalább 20%-a gyakorlatban is elsajátítaná a berendezés használatát.